A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hatalmas szeretettel köszöntünk mindenkit! Remélem, hogy mindenki látja, hogy teljes megújuláson esett át ez a telephely, hiszen hirtelen egyik pillanatra a másikra ugye megtöltődött élettel. Köszönhető ugye nekünk, hogy átvettük ennek a telephelynek a vezetését. Már régebben ugye Fehérváron megvetettük a lábunkat, 8-9 éve, ahogy ez a másik telephely is nyitott különböző márkákkal, és szerencsére most volt lehetőségünk tovább bővülni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon látványos fejlődés, mint maga a cég életében, és remélem, hogy fehérvári viszonylatban is azért egy jelentős fejlődés és fejlesztés. Azt azért tegyük gyorsan hozzá, hogy ez azért elég egyedülálló lett, ami most itt létrejött, Székesfehérváron és Fejérben is, hiszen hány márka is van pontosan? Igen, jelenleg 13 márkával rendelkezünk már, ami valóban lassan kuriózum, bár mi azt gondoljuk, hogy ez a több lábon állás a gazdasági stabilitásnak az alapja, hiszen ebben az iparágban azért azt tapasztaljuk, hogy muszáj több lábon állni, hiszen olyan különböző események, amik a múltban történtek, gondolok itt a Covid-ra, a háború, chiphiány, azért ez elég ingataggá teszi a különböző márkáknak az elérhetőségét, és ezzel a több portfólióval tudjuk nagyon stabilan tartani, mind gazdaságilag, mind munkahely szempontjából, és tovább is így fogjuk csinálni, mint ahogy 30 éve így csináljuk ezt az irányt. Renault és a Dacia az mennyire népszerű itt Fehérben, illetve Székesfehérváron, és készült-e esetleg felmérés ezzel kapcsolatban? Igen, szerencsére ugye volt tapasztalatunk a két márkával kapcsolatban, 2008 óta már az érdi telephelyünkön, és mi nagyon bízunk ebbe a két márkában. Nagyon széles a portfólió választékuk, teherautó, személygépjárműbe, 13 személygépjármű modell palettával rendelkezik a Renault, ami a mai viszonylatban már azt lehet mondani, hogy elég egyedülálló. Az, hogy most ez az új telephely ez meglett, ez milyen változást jelente a munkatársak számában, illetve akik a régi csapatnál dolgoztak, ők megmaradtak-e? Igen, a cégünk szempontjából is jelentős változást, hát most már ezzel együtt azt lehet mondani, hogy közel 200 főt foglalkoztat a cég. Az volt az alapelv, hogy a meglévő kollégákat is, hiszen ők helyi lakosok, szerettük volna mindenképpen, akit lehetett átvenni és foglalkoztatni, ez így is lett. A 90%-át az embereknek sikerült átvennünk, és folyamatos bővítésben vagyunk. Azóta is jelenleg 30 fő ezen a telephelyen az alkalmazottak száma, és ezt szeretnénk továbbra is bővíteni, és ha lehet, még talán meg is duplázni. Az, hogy még nincsen összeengedve a két telephely, az enged bármire következtetni, vagy ez egyelőre most csak egy átmeneti állapot? Hát ez egy átmeneti állapot. Nagyon gyorsan jött ez a lehetőség, és még nem jutottunk el odáig, hogy struktúrában ezt átalakítsuk a két telephelyet, de a célunk azért az az lesz, hogy összenyissuk, és egyként működjön, hiszen azt gondoljuk, hogy az ügyfeleinket így tudjuk maximálisan a legjobban kiszolgálni, legkényelmesebben, hogy biztosítsuk az átjárást, és biztosítsuk nekik azt, hogy egyszerre nagyon sok márkát ugye meg tudnak nézni, ki tudják próbálni, és akár a szervizre kitérve is a szerviz ügyfeleinket is tudjuk megfelelően kiszolgálni. A hely adottsága lehetővé teszi még további márkák megjelenését is, és erre törekszünk, és ezen dolgozunk most is, úgyhogy szeretnénk maximálisan kihasználni a terep adta lehetőségeket, úgyhogy akár rövid időn belül is remélem, hogy újabb márkával tudunk jelentkezni. Most a nyitásunk előtt egy óriási adatbázisra küldtünk ki információkat a tulajdonosváltással kapcsolatban is, illetve a nyílt napokkal, akciókkal kapcsolatban is, hogy egy közel 130 ezer címre ment ki értesítés. Ez részben a régi adatbázisból, meglévő Renault Dacia-s adatbázisból állt össze, illetve természetesen a mi már meglévő nagy bázisunkra is elküldtük ezt az információt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.